Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás tegfél saját, rákatint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket. Na, sziasztok, srácok, én tudom, és itt vagyunk egy következő videóban, ugye egy újabb Minecraftos videóban, sziasztok, hello! Aztán most igen, a Dani Kalandokon van videó, szóval, ja! Holnap meg ugye a PGT-de nagyon lesz, de ez már megszokás. És gyorsan mondom még a videó elején, hogy a következő videó egyből ez a videó után kezdődik a Dani Minecraft csatornámon. Ott találkozunk, csekkoljátok le azt is. Dani kötőjel Minecraft, ez a csatornám könyve, de a leírásból ott van. Na szóval, azt találtam ki, hogy ebben a videóban elmegyünk gyémántot szerezni. Ugyanis igencsak kifogytunk gyémántokból, mint látjátok, eléggé hát ja már, vagy vasmelvértán van, vas cuccok, vaskar, stb. Szóval, ja, kéne azért mégiscsak valami kis gyémánt cucc is, nem csak ilyen alap dolgok, és hát igen, itt tart velem Kis meg Tibi is, ugyanúgy, szóval, ja. Na, menjünk akkor szerintem gyors bányászíne is, húzzuk tovább itt az időt, gyorsan megpróbáljuk innen tovább szedni magunkat gyémántokkal. Amúgy én alapból ezt a pár gyémántot, ami itt van rajtam, ezt itt találtam. Szóval remélhetőleg fogunk még itt találni, és hát igaz, jó, vannak aranyak meg ilyenek, ami tök menő, meg minden, de azért jó lenne, hogyha gyémántot is találnánk, nem csak szenet, meg ilyesmiket, meg amúgy dobhat nekünk, amúgy ezt nem is mondtam nektek, ilyen lucky blokkokat a izé, amiket ugye kiütünk, adhat nekünk random dolgokat, most például adott nekünk aranybaltát, meg ilyeneket, szóval ezeket is azért néha úgy érdemes gyűjteni, mert két ugye lehet, hogy ad egy nagyon fullos gyémánt kardot, meg ilyeneket, szóval ja! Viszont, nem tudom, az a gond, én nagyon-nagyon nem látok itt több gyémántot. Lehet, hogy nem lesz itt több gyémánt? Nem tudom, így megpróbálom végásni az én agyából. Woof, én se találok semmit. Na ez az, nem szagoltok valami gyémántot? Vagy nem tudom, kutyusok, de nem tudom-e... Nem tudom, hogy értek ehhez, amúgy... Nem tudom, hogy ez mi, de oké. Mert... Nem mondok semmit, jó? Tehát tényleg nem mondok semmit. Na, hát mindegy, nincs egy gyémánt. Tehát az a gond, hogy nincs nyámt. Ki is? Hát én nem érzek semmit, Woof. Hát... Jó, oké. Minden jó, akkor hagyjuk. Akkor ezt a gyémántos cuccokat szerintem hagyjuk. Nem tudom igazából, mit kéne csinálni. Igazából, hogy kéne ezt egészet csinálni. Meg kéne kérdezni Hétaót. Ön beszél? Mondja. Igen, miben segítetek? Látom, nagyon el vagy keseredve. Ja, megpróbáltam gyémántot szerezni a bányából, ahol találtam erre a gyémántszettel is elegendő gyémántot, de nem nagyon találtam semmit, sajnos. Hát ja, valószínűleg kibányáztam már mindet, vagy valaki elvitte. Nem tudom, de hát ja. Sajnos ez így eléggé rip, na mindegy. Szóval igazából nagyjából ennyi a helyzet. És ja, de amúgy aranyat meg ilyeneket találtam. Hát van egy másik nagyon OP bánya? Van egy nagyon OP bánya? Merre van? Ennyit tudok mondani. Aha, és hol? Ha esetleg ebbe tudna nekem segíteni, vagy nem tudom. Örülnék neki, hogyha ezt így elmondaná, mert na, mégis csak jó lenne. A hegy lábánál van egy szivárványkút. Hegy lábánál? Nem tudom, szerintem, remélem, hogy erre a hegyre gondol. Jó, rendben, megnézem akkor, köszönöm szépen. Nem tudom, megpróbálom megkeresni. Kösz szépen, rendben, sok sikert, köszi. Jó, hegylábánál mondta, hogy itt lesz valami izé. Erre a hegyre gondolt? Szerintem lehet, hogy erre a hegyre gondolt, lehet, hogy ott lesz bent. Lehet, hogy aha, oké. Itt van lent valami, és ott van lent valaki. Aha, ott mászkál lent valaki. Jó, gondolom, hogy ide kell beugrani. Jó, hát Tibi kis, nem mondok inkább semmit. Itt hagyjuk a kutyákat szerintetek? Lehet, hogy itt kéne hagyni szerintem a kutyákat, nem tudom, hogy mennyire lesz ott le. Mindegy, majd később igazából eldöntjük. Jó, és itt hova? Itt hova kell menni? Jó, mondjuk itt vannak piros gyapjuk, szerintem ez lesz az. Van egy olyan érzésem, hogy ezeket a piros gyapjukat kell kiütnünk. És ja, jól gondoltam, oké, és ezeket meg gyors kiütjük, remélem nem fulladunk meg. Léci, jó, oké, nem hallhatunk meg, nagyon jó, oké, és aha, itt van valami bánya, jó, itt van valami, ó, itt egy bányász, hello, szia, jó, mindegy, vezetnek arra is nyomok, meg ide is, szia, vezetnek ide is nyomok, de szerintem a fákját követem, aha, itt van is valami, jó, ó, itt vannak a gyémántok, itt egy másik bányász, hello, szia bányászfalusi, hello, ahogy látom, hé, mondjad, ahogy látom, te is gyémántot izélsz, hát te hogy kerülsz ide? Hát igazából csak jöttem bányászni meg ilyenek.
ennyi volt, nincs is több gyémánt. Hát bányászolusi, ennyi volt az összes gyémánnak. Hát én még tudok egy helyet, de... Igen, de... azt neked nem árulom el. Hát jó, oké, akkor igazából elkezdek kutakodni. Ott lent lehet, hogy le kéne ugranunk, srácok. Mondjuk igazából arra vezetnek a redstone-ok. Aha, erre vezetnek redstone-ok, jó. Akkor elmegyünk szerintem erre. Oda le is izé. Enyém az összes dia? Övé az összes dia? Wow, hát nagyon ki akarja sajátani az összes diát, de hát... Nem tudom, igazából egy... Nekem nem kell sok dia, tehát nekem egy gyémánt melvért, egy gyémánt kard, gyémánt sárkány, ez 5. Plusz, nem tudom, hogy mennyi a izé, 8 talán a izé? 8 talán a gyémánt, ó! Itt egy piros gyapjú. Tehát 8 azt hiszem a gyémánt melvért, ha minden igaz. Itt egy csille. Én kiveszem mindet, hogy neki nem maradjon. Ennyi, jó, oké, okay, go! Gyerünk, oké, okay, közben jönnek a kutyák is, jó, nagyon jó. Gyerünk, ne, mi a, ne kis! Jó, oké, okay, itt vagyok. Oké, megvan azt hiszem. Megvan? Nem, nincs meg. Azt hiszem, hogy itt lesz így a gyémánt bánya, vagy valami. Lol, mi ez? Munkatele belépni csak is kizárólag alkalmazottaknak. Óhó, wow, ne, Jézusom. Na, várjátok. Azt, ha, Jézus! Mennyi dia van itt? Ha-ha! Jó van, oké, okay. Szerintem én neki is állok ilyen a gyémántok szedésének. Jézusom, mennyi gyémánt van itt, srácok. Az igen. Wow, haha, megtaláltam. Hello, szia. Hát én igazából hamarabb jöttem ide, szóval ezt már nem megszívtad. De igazából mindegy, hé, mondjad, te mit keresel? Hát találtam egy gyémánt bányát, mondjad. Hát, találtam egy gyémánt bányát, ennyit történt, hát mit keresek itt? Én csak a gyémántokat szedem tőled, amit bárkinek szabad, mert itt egy gyémánt bánya, vagy nem tudom. Azt mondtam, hogy ne avatkozz bele. Hát jó, nem a te dolgaidba avatkoztam, mert én csak elkezdtem követni a reszont, és ide jutottam. Tehát, na, ne, hagyjál! Szedd a sajátodat, szedd a saját, menj innen! Hagyjál békén, szedd a saját gyémántodat. Na, te is szépen ott elkezdhetsz bányászni, és ennyit nem érdekel. Nagyon agresszív ez a falusi. Van egy olyan érzés, hogy ebből nem kis gondunk lesz majd a későbbiekben. Az összes az enyém. Tudom mit? Jó van. Kivettem 47 gyémánt blokkot. Ó, az igen, mennyi gyémánt. Nem is értem, mit kezdesz. Na, tudom mit? Én egy gyémántal meg vagyok elégedve, a többi a tied lehet, jó? Na, ennyi. Szépen. Most ez komoly. Most ezt kell játszanunk, de tényleg? Istenem, srácok, mi az? Add oda az összeset. Nagyon ejted, nem fogom odaadni az összeset. Nem a tieid. Nem a tied. Szimplán. Minden egyes darab, mi az? Darabkát. Biztos, hogy nem kapod meg, csak szólok. Jó van, hogy én kiséket addig bezárom ide. Hogy ne legyen nagyobb bajuk. Mi az? De hát én találtam meg ezt a bányát. Én találtam meg elsőnek! Én jöttem ide elsőnek. Nem tudom, mit izélsz, hogy te találtad meg. És között nem volt hozzá hazug. Wow, annyira imádom az ilyen mentalitású falusiakat. Na jó, nem érdekel. Tudom, hogy bezártam a kutyákat, ők úgy se látnak most már semmit, hogy ennyire akarsz, zsúri vagyok, kérlek. Nem, hallod, itt egy csomó gyémánt, ez sokkal több, mint ami nálam van szerintem. Mondjuk lehet, hogy nem. Mindent adj oda. De figyelj már, ez így nem fair, tehát, hogy én is megtaláltam, te másodjára találtad meg, a többi a tied lehet. Jó, ennyire vagyok kedves, tehát, hogy... Ennyi, de tudod mit? Ne ütöges. Jó, rendben, akkor kiveszem ezeket is. Akkor ezek is az enyémek. Jól van, oké. Okay. Nekem aztán így is jó. Mi? Jó, nekem aztán így is jó. Figyelj, na halljátok, hogy itt van még egy lucky block. Nem érdekel, most véged. Oké, okay. Jó van. Csináljuk így is. Jó. Egy erőpotit magamra dobok. Jó, oké, okay, gyerünk, na. Jó, pérpézzük szét ezt a falusit. Igazából az a gond, hogy neki full gyémánt szettje van, nekem meg ugye csak vas. De reméljük, hogy valahogy így is szét fogjuk tudni őt pvp-zni. Srácok, légy szidrukoljátok, nekem nyerni akarok. Nagyon-nagyon nyerni kéne. Igazából kiség miatt is, mert azért nem lenne szerintem jó dolguk, hogyha most itt maradna a bányászulsival. Meg hát ja, meg úgy alapból is kéne ez a sok gyémánt, meg hát nem akarok meghalni. Szóval ja, légy segítsetek. Egy like erejével, vagy valami ilyesmi igazából. Haha, véget, jó van, oké, okay, hát persze, igen, hogy is ne. Jó van. Na, amúgy az előző nyereményjáték az, amíg igazából pvp-zek, most úgyis ráérünk. Hozzátenném azt, hogy ugye a nyereményjátéknak a nyertesei hamarosan még lesznek sorsolva, ugye 22-én azt hiszem, vagy 21-én meglátom. És a nyertesnek majd egy kommentet majd odaírok, hogy írja le valamilyen e-mail címet, ahol tudok vele beszélni. És nagyjából ennyi, szóval majd azért megéri 22-e környékén figyelni a YouTube-ot, hogy írtam-e nektek vagy nem. Szóval ja, arra még felhívom a figyelmeteket közben. Nagyon merészen íjazgat meg minden, nem tudom igazából most miért csinálja ezt, na mindegy.
Ajaj, jó, beveszek még egy jó pétek, szóval annyira nagyon elkezdte szedni a gyémeteket. Tudod mit? Jó, rendben, szia! Most komolyan, hallod bányászó Lucy, nem már, ne csináljuk, mi a? Ne csináljuk már ezt, légy szíves! Na figyelj, add fel! Falusi, légy szíves, add fel, jó, megadod magad? Jó, megadja magát. Jó, na, vége, ennyi volt, vége? Nagyon ajánlom, jó van. Na akkor szépen, én most megfogom és elmegyek innen, jó, ki is dobja a kardját. Nagyon jó, ne haragudj. Jó, nem haragszom, ez a tied maradhat, jó, továbbra is. Mindenem a tied, nem kell, nem, ne bányászol is, nyugi. Na figyelj, ez a tied maradhat, nem érdekel, jó? Ez a tied, ezt jótan bányász ki. Én csak a kutyáimmal elmegyek, jó? Ennyi. És amit én így összettem, ez ennyi, és akkor így ennyi. Jó, tehát tényleg köszi. Jaj. Bocsi, rendben, menj csak, jó. Na, szóval srácok, oké, levertük a srácot, nagyon jó. Na, gyertek, kutyusok, gyertek. Na, várjatok, tied lehet minden, megérdemled. Nem kell, nyugodtan mondom, a tied lehet. Nem kell nekem ennyi gyémánt. Na, sok sikert meg minden, és akkor ennyi. Na! Srácok, igazából kösz, király, kivittük úgymond itt, jó fej vagy, köszi. Kivittük ezt a pályát, ahogy látom, szereztünk rengeteg gyémántot, hallója. Szóval minden király, és akkor nagyjából így ennyi. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjátok egy like-ot, és iratkozzatok fel a csatornámra. És találkozom neki szerbe, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. És ja, amúgy kezdődik a következő videó, de nem a csatornámon találkozunk ott. Sziasztok!